Nézzétek, hogy mit jön. Ejj, egy nap. Nosztalgia Kft-s. Itt vagyok Rákos rendezőn, mert várom a 424-eseket. Szerintem a Noha fogja a mai szerelvényt továbbítani a nyugatiba. Látható, hogy a vasúttörténeti park felé halad, szóval ő fogja a két 424-es mozdonyos noszis szerelvényt továbbítani a nyugatiba, majd a saját erőből fog a noszis szerelvény legurulni, gördülni, reméljük jó sok füsttel, és hála jó égnek, hogy már 9-es is be lesz fogva, az rendes szenes, nem ilyen pakurás gázolajos, mint a másik testvére, a 247-es. Ha minden igaz, akkor úgy lesz az összeállítás, a koprodukció, hogy a egyik gép az egyik felén lesz a szerelvénynek, a másik pedig a másik felén. Gondolom úgy lesz fordítva, és akkor úgy fognak lemenni a járműjavítóba, mert ma lett volna a járműjavítóba nyílt nap. Én is mentem volna, de lemondták a Covid miatt, és így csak azok tudják megnézni a reptárt, meg a magát a járműjavítót, akik szerencsések voltak, és tudtak váltani a noszis vonatra jegyet. Jó, hívhatjuk Mavrail Toursnak is, mert most már elvileg ez a neve, de nekem noszi marad. Ez olyan, mint a Moszkva tér, Szélkálmán tér, Lánymányos híd, Rákóczi híd, és még sorolhatnám. És ott a távolban úgy látszik a Nohabnak a fénye, hogy húz felfelé, és itt pedig egy Stadler Flirt halad a nyugatiba. Na hát ez egy ilyen kis ízelítő lenne. Gyors föl is csattintom én szerintem a YouTube-ra. És akkor várom a noszis szerelvényt. Amúgy itt még mindig tárolnak fecskéket. Jön egy vonat, egy Metropolitan, és a fecskére éppen egy gigant járt rá, azt majd le fogom még videózni, de itt a első vágányon haladó Metropolitan. Universal lesz, ez nagyon üzé lesz, European lesz. A 380-001, ez az első Skoda mozdony, és itt a halad. Én csodálkozok, hogy még ez közlekedik, hiszen a régió jet az nem közlekedik. És itt halad a Metropolitan. Na és akkor amit elkezdtem még, hogy megmutatom nektek, hogy a fecskés szerelvényem egy gigantál, az pont akkor járt rá, amikor én megérkeztem, leparkíroztam, és akkor el is köszönök tőletek, ez ilyen kurta videnyó lesz. Nem akarom bőrére ereszteni nagyon. Tudom, mindig mondjátok, hogy ne legyen rövid, ne legyen rövid, de mindenről nem lehet hosszú. Hát egy kicsi Rákos is legyen benne, de Rákosról van egy ilyen elég bő videó, csak még az se került fel a csatornára, mert hála jó ének, hogy vannak bőséges elfoglaltságaim. Kicsit beindult az élet így felém, és van más is, amivel foglalkozzak, ez csak egy hobbi, nem a megélhetési forrásom. Még a mai napig nem állítottam be a pénzszerzési lehetőséget, csak hozzátenném, most már megvan az 1000, és jönnének a YouTube milliók, de nem foglalkoztam vele. Elnézést, hogy berezzek egy kicsit, csak gyorsan megyek, mint a villám flash, a villám. Na hát, itt van ez a gyönyörű fecskés, VS gyorsvonati kocsiból álló szerelvény, és egy korszerűsített gigantál rajta, ami számomra azt tölti be, hogy korszerűsített, hogy van rajta egy klíma. Ez az óriási felújítás. És pontosan a pályaszámát mindjárt megmondom nektek. Hát, talán ez a Zummolok 33-as. És amúgy tegnap avatták a... most nem jut az a szembe, talán 13-ast. Az a dombóvári emlékgigant most. Azon volt Dombóvár címere, és akkor újra lett festve, klímát kapott STB, és 50 éves Dombóvár. És nagyon nagy szerepet játszik a vasút, járműjavító Dombóvár életében.
Na jó, jók lehetek, remélem tetszett ez a rövidke kis tömör, kis bemutatós kis videó, hogy várom itten a gőzösöket, és természetesen átcsattanok a nyugatiba, és ott is megerőkítem őket. Remélem, hogy gyorsabb leszek, és azt fel tudom venni, ahogy beérkeznek a nyugatiba. Hát tudjátok, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Jók lehetek, sziasztok!